A bajnoki címet és az azzal járó feljutást már korábban megünnepelték a nyíregyházi tekeklub tagjai, azonban az edzésekkel nem álltak le, mivel a nyári szünet kezdetéig még várt feladat a játékosokra. A Kárpát-kupát éveken keresztül többször három külföldi vendégcsapat részvételével ősszel rendezték meg, ezúttal azonban korábbi időpontra került a nemzetközi verseny, ennek pedig egy kerek jubileum az oka. Mivel a nyíregyházi tekeklub 1999. évben alakult, így most 20. éves jubileumát ünnepli, és ennek kapcsán előrehozott versenyről beszélünk. A meghívásunkat elfogadta a szlovákiai Velkisáris szuperligás csapata, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy lesz egy komoly résztvevője a nyíregyházi tekeklub mellett, míg a tekeklubunk is két csapattal vesz részt, illetve a városi amatőr bajnokságunk a válogatott csapata is gurít majd, és egy ilyen négy csapatos tornát a hagyományoknak megfelelően hoztunk létre, és bízunk benne, hogy bár nem várhatunk olyan túl nagy eredményeket, de mindenképpen egy jó hangulatú, kiélezett mérkőzést fogunk majd látni. Mivel a csapatok száma nem változott, a lebonyolítás is a hagyományos módon történik majd a szombaton 11 órakor kezdődő versenyen. Mivel négy sávos pályánk van itt Nyíregyházán, minden csapatból egy-egy játékos van éppen dobóállásba, és akkor így lemegy a hat sor, és természetesen amelyik csapat a összfába a legjobbat eléri, az nyeri a 20 éves jubileumi Kárpát-kupát. Bízunk benne, hogy Nyíregyháza nyeri. Hozzáteszem, hogy a címvédője, úgymond a címvédője a velkisárisi csapat, úgyhogy mindenképpen egy jó tornára van kilátásunk. Másnap viszont majd Debrecenbe fog ellátogatni egy csapat egy jótékonysági tekeversenyre, ahol egy debreceni ifjú tekézőnek a kórházi kezeléséhez járulunk hozzá, és egy országos rendezvényen kapcsán mi vasárnap guríthatunk, úgyhogy ennek keretében is egy újabb 120 dobás vár majd a nyíregyházi tekeklub játékosaira, úgyhogy egészen sűrű lesz a mostani hétvége számunkra. Ezzel a hétvégével sem zárul még a szezon a nyíregyháziak számára, ugyanis június 22-ére meghívást kaptak Nagysárosra, ahol a sportélet megteremtésének századik születésnapját ünnepelve többek között egy tekeversenyt is rendez majd a házigazda.